20 év mindennapos vesző és álmokfutás után a mai napon vagyok 1 éve és 6 napja drogmentes. Az elmúlt 20 évem egy elég kemény álmokfutás volt. Én 20 éven keresztül mindennapos kemény droghasználó voltam. Igazából az embereknek erre szeme sem rebben, kivéve azokat, akik benne voltak, vagy vannak ebben a dologban, azok nagyon jól tudják, hogy amit mondok, azoknak a szavaknak komoly súlya van, és ebből a körhintából igazából csak Istennek köszönhetően sikerült kiszállnom, és örülök, hogy ezt itt elmondhattam, senkit nem akarok téríteni. Én egy belső utazást tettem meg önmagamban, erre használtam ki ezt a kis lélegzetvételnyi időt, amelyet a Covid adott, és mondhatom azt, hogy megtisztultam, és az elmúlt 20 évem álmokfutásához képest egy új emberré váltam, de nyilvánvalóan mindannyian valahol ugyanazt éltük meg a Covid alatt, hiszen ez egy olyan időszak volt, ahol az ember sehova sem futhatott el önmaga elő, se szórakozni, se a munkába. A fejed felett a kérdőjelen, ugye látod, a fejed felett a kérdőjelen. Bemutatnám az új felállásnak a tagjait, Hámori Benedek dob, Gerdes és Máté basszusgitár, Kis Tibor Stevie szólógitár és Koltai Kurszán billentyű, illetve én Bércesi Robert gitárének. Szerettem volna a régi felálláshoz képest teljesen megújítani a hiperkarmát, és próbálkoztunk dobosokkal, konkrétan 4 dobos is szóba került, de ezért vagy azért, vagy szakmailag, vagy emberileg egyikük sem ért benő nyomába, úgyhogy lapítottam egy kicsit, felhívtam, hogy hogy van. Éppen munkában volt, dolgozott, aztán utána fél óra múlva felhívtam, hogy figyelj, hát igazából azért hívtak, hogy légy szíves, szállj vissza a hiperkarmába. Érdekes kis hullámvasút volt, hogy így már egy részről úgy gondoltam, hogy soha többé nem fogok velük színpadra állni, aztán most mégis itt vagyok, és ennek tényleg rettentően örülök, úgyhogy így igazából egy ilyen, tényleg a hullámvasút szót tudom mondani. Hát én is nagyon hálás vagyok, hogy most a karmában játszottam, mint tudjátok, én előtte a Margaretben muzsikáltam egy 6 éven keresztül, onnan emelt fővel távoztam, és nagyon hálás vagyok Robinak, meg ezek egy csapatnak, hogy akkor most ezt így tudjuk együtt folytatni, szerintem tök jó energiákat tudunk most ilyenkor így egymás felé sugározni, és mindenki azon van, hogy valami jó dolog jöjjön létre. Egyébként Mátéről tudni kell, hogy neki a vérében van a zene, ugyanis édesapja Gerdes is Faszi a Quimbynek a dobosa. Büszkülünk. Igen, és ezt mindig mindenki előszeretettel el szoktam mondani, és ennek nagyon örülök. Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről. Várom, hogy újból megtalálj, egyből megismerj ennyiből. Eleinte nehéz volt. Elvonás, kényszeresség, rémálmok, vagy az ásztriász, így hívtam magamban. Kicsit viccesen, cinikusan a dolgot. Aztán így úgy egyre könnyebb, és azért a hétköznapi dolgokban, mint például elmenni a postára, vagy akár kommunikálni a zenésztársaimmal, azért ez jóval egyszerűbb, és azt hiszem, hogy egyöntetően a barátaim véleménye az, hogy sokkal jobb így velem dolgozni, meg úgy alapvetően beszélni is. Abszolút igaz, amit a Robi mond, hogy igen, hogy így sokkal könnyebb vele beszélni, kommunikálni, dolgozni együtt. Az időszak az nagyon megnehezítette azt a dolgot, de azt is meg tudtuk csinálni, de így azért sokkal egyértelműbb. Azért ott nagyon ködösen fogalmazott maga a szándékai, a próbán, hogy zenében mit akar, vagy hogy akar, azt is úgy nagyon lesni kellett, hogy értse az ember, hogy mi is a gondolata. Igen, azt hiszem azon az úton már éppen eleget jártam, és ez az elmúlt 20 év azért úgy telt, hogy ebből volt 10 üres évem, amikor gyakorlatilag rengeteg dalt írtam, de egyiket sem tudtam befejezni. Tehát volt 10 teljesen, nem is kiégett év, de olyan év, amikor nem voltam termékeny, és nem tudtam semmit alkotni. Mindig szétjavítottam a szövegeimet, a dalaimat, nem tudtam melyik szöveg melyik dalra menjen, össze-vissza variáltam. Most már úgy írok dalt, hogy megvan a szöveg, az a 16 sor, megvan a dallam, ami elsőre eszembe jut, kész is a dal. Lehetne boldog még, amilyen még nem voltál, sosincsen késő, már te csak lép és várj. Tavaly augusztus 6-án 4, vagy talán inkább 5 naposan kilavatlanul lementem egy balatoni koncertre, ahol 15 perc után a szervezőnél lehívott engem a színpadról,
és félrevitt, és láttam, hogy ott várnak rám a rendőrök. Kihívta rám a rendőröket. Mondom, te kihívtad rám a rendőröket? Én aztán nem. Hát mondom, itt vannak. Aztán próbáltam elmenekülni, de elkaptak. Nyilván volt vizeletvizsgálat, minden, elküldtek elterelésre, és egy elég kellemetlen szituáció volt, és ez volt az utolsó drogozásom. Voltak olyan időszakaim, amikor úgymond drogmentes voltam, de igazából az inkább ilyen szerváltás volt. Amikor nem drogoztam, akkor a szanaxszal jártam az immár 20 éves táncomat meg az alkohollal, amit el kell mondjam, hogy a szanax legalább olyan erős, mint bármely kábítószeres függőség, amit okoz, az pedig még sokkal erősebb. Akárhányszor próbáltam róla leszokni, mindig epilepsziás rohamom volt, az a nyelv kilógos. Szóval a szanax az egy nagyon kemény drog, barátaim. Maradtam ébren az álmaimban, hiszen előre szóltak, hogy minden ott van, ahol éppen felüti a fejét az éjjel az égen. Ki az, aki maradna ébren a rá? Lemezt se CD formátumban, se online nem fogunk többé megjelentetni. A következő évünk abból fog állni, hogy 4 havonta megjelentetünk egy új dalt, és a közeli jövőre pedig a terveink szeptember 12-én, egy vasárnapi napon leszek pontosan 45 éves, 23 óra 15-kor, és ezt már immáron 3 vagy 4 éve a Kobuci kertben ünnepeljük meg, egy nagyszabású koncerttel, úgyhogy ez idén is lesz, gyertek el, illetve a 13. Hiperkarma Hello Mira is sor kerül október 31-én, szintén egy vasárnapi napon. Ezen kívül a jövőbeli terveink között az szerepel, hogy keveset játszunk viszont, tehát nem vetjük bele magunkat ebbe az újrakezdéses dömpingbe, egyrészt azért, mert nem szeretném magam semmilyen kellemetlen élménynek vagy nyomásnak kitenni a jövőben, ezért csak kevés koncertet vállalunk, és ezekre szeretettel várjuk a hallgatóságot. Lassan vége lesz, és te itt maradsz.